Szép magyar települések, érdekes események. Az esemény a mai adásunkban a déli harangszó, hiszen sokszor látogatunk el olyan településre, ahonnan hallhatjuk a déli harangszót a Kossuth Rádióból. Így találtunk rá Somogyszentpálra, s hogy megtudjuk, hol is fekszik, milyen is ez a település, meghívtuk stúdiónkba a polgármesterasszonyt, Poszáné Szabó Editet, és nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mi is nagyon örülünk, és akkor az a feladatunk, hogy hát a térképen helyezzük el, hol van Somogyszentpál. Somogyszentpál Somogy megyében, ezen belül Belső Somogyban, a Balaton Nagyberek délnyugati részén helyezkedik el, és a Balatontól 12 kilométerre, légvonalba pedig 9 kilométerre, tehát Balatonfenyveshez, ha sikerül egyszer az utat megépíteni, akkor nagyon-nagyon közel lesz, hiszen balatoni kiemelt üdülő övezet is vagyunk. Hát ez csodálatos, ez egyben azt jelenti, hogy jó a levegő, közel a Balaton, és még azt is elmondhatjuk, hogy csodás a táj. Mikor kérdeztem, azt mondta, hogy gyönyörű. Hát meséljen nekünk, hogy milyen is ez a település. Gyönyörű, szép. Először is szeretnék visszamenni egy kicsit az időben. Igen. Hiszen én 2015 óta élek Somogyszentpálon. Előtte Kaposváron éltünk a férjemmel. És nekem a nagyszüleim éltek Somogyszentpál egy részén, hiszen három régi településből tevődik össze, Tótszentpál, Varjaskér és Kisperjés. És Kisperjésen éltek a nagyszüleim, tehát onnan származott édesanyám, ezért én a nyarakat ott töltöttem. Gyönyörű, szép volt, és aztán később a férjem is Somogyszentpáli lett. Így elég nagy kötődés volt ez részemről. Aztán 2015-ben úgy döntöttük, hogy elhagyjuk a városi életet, és oda költözünk a szülői házba, tehát az ő szülei házába, igen, az megvolt. És már előtte én 5 évig környezetvédelemmel foglalkoztam, elhatároztam, hogy Somogyszentpálra is viszünk egy olyan projektet, hogy legyen egy ökofalu. És hogy környezet tudatosan éljenek az emberek. Ezért dolgoztam egy pályázatíróval együtt, akivel pontosan egy ilyen környezettudatos és meseösvény pályázatot szerettünk volna az önkormányzattal együtt beadni. Ez sajnos nem sikerült, viszont én elhatároztam, hogy nem fogom annyiban hagyni. Tehát, ha a fene felé teszik is, bocsánat a szóért, Somogyszentpálból gyöngyszemet fogok csinálni. Hát ez a jó hozzáállás. Hiszen a kagyló is az iszabban meglapulva évekig csiszolja a köveket. Tehát varázspálca nincs, de hiszem és vallom azt, hogy a hagyományokat megőrizve, illetve a kemény és kitartó munkával el lehet érni, hogy büszkék lehessünk a falunkra. Ez nekem nagyon szimpatikus, amikor valaki egy tervet elképzel, és annak nekilát, és dolgozik, hogy létrejöjjön. És akkor az ugye nem sikerült az a pályázat, de hogy lett polgármester? Úgy lettem polgármester, nagyon érdekes története van ennek is, hiszen amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor az akkori tanácselnök vette át a falu elöljárójának a szerepét, és hát ő már idősebb, nagyon-nagyon lefele ment a falu, de nem nagyon újított, nem pályáztak semmire, tehát gyakorlatilag elindult a lejtőn. És a kisperjési, illetve a varjaskéri részbe, az üresen álló házakba roma családokat telepítettek be. Ami nem is lett volna baj, ha nem hagyták volna őket borzasztóan magukra. Tehát a szó az volt, hogy nektek már minek, úgyis szétveritek, vagy bármi. Tehát a rossz tapasztalatokra még rá is ültek. Így van. És ekkor jelent meg egy olyan uniós pályázat, ez az EFOP 162, illetve 241, hogy szegregált élethelyzetek felszámolása.
Ugyan az akkori polgármester nem nagyon szerette volna, de addig ütöttem a vasat, amíg ez a pályázat be lett adva ismerősök által, és én, mint konzorciumi partnernek a közösség szervezője dolgoztam kint a szociális munkásokkal. Tehát 2 évig kint éltem szinte közöttük, és tudtam a problémáikat, a helyzetüket, azt, hogy esetleg éheznek, vagy éppen bármire vágynak, vagy milyen segítséget kell nekik adni, és hogy a magyarság és a roma, vagy bármely nemzetiség között mekkora a szakadék. És ehhez 2 ember kell. Tehát nem elég egy, hogy őket elvárjuk, hogy ők közelítsenek felénk, amikor mi azt mondjuk, hogy nem akarjuk. Uh-huh. És biztos vagyok benne, meg már tapasztalat is, hogy mint azt mondják, hogy nem fér meg 2 dudás egy csárdában, de én meg szeretném mutatni, hogy meg fog férni 2 dudás egy csárdában, és jó eredmények vannak, hiszen nagyon sok rendezvényt szervezünk, most is, hogy polgármester lettem, meg akkor is, napközis táborokat, aztán sokszínű fesztivált, ahova meghívunk különböző előadókat, illetve egészségnapot, hiszen ők nem nagyon törődnek az egészségükkel. De vannak, egészségesebbek is, jobban bírják. Egészségesebbek, viszont az átlag életkor az nagyon alacsony. Nagyon alacsony. Uh-huh. Tehát ahhoz, hogy nem járnak orvoshoz, ez most éppen azt hiszem, hogy 66 éves a legidősebb roma a faluban. Hát akkor jó sok mindent vett a nyakába, de úgy látom, hogy ön ezt energiával bírja és tesz. Na, tehát akkor megérkeztünk, polgármester lett. Gondolom, hogy valahol el kellett kezdeni rendet tenni. Igen, nem volt egyszerű, én magam sem gondoltam, pedig tudtam azt, hogy nem lesz könnyű feladat. De voltak régebbi olyan tapasztalatok, hogy bankba dolgoztam 15 évig, aztán egy kis pályázat, írás, pályázat figyelés, nagyon sok tanulás, környezetvédelem, illetve nagyon szeretem az embereket. Tehát én azt mondom, hogy az emberekkel bánni az egyik legszebb és legnehezebb feladat. Ez így van, azt hiszem, hogy mindenki egyetért önnel. Na tehát, akkor elhelyeztük a térképen, de mégis mi az akkor, amiből élni tudnak, mi a fő tevékenysége a lakosoknak, hányan vannak? Jelenleg a településen 814 ember él, most azt mondom, hogy körülbelül, mert ezt pontosan mindig nem lehet meghatározni. Ebből 200 gyerek, 18 év alatti gyerek. Hát azt nem lehet mondani, hogy el vannak öregedve. Így van, így van. 60% roma lakosság, de nagyon sok külföldi, tehát német, angol, aztán van olasz is, vesznek házat, hiszen jóval olcsóbban hozzájutnak, és nagyon közel van a Balaton. Uh-huh. Tehát pillanatok alatt ott tudnak lenni, és akár télen, akár nyáron, vagy éppen azért vesznek, hogy esetleg kiadják a házaikat, és sokkal többen megismerjék. Ugyanis van nekünk még egy nagyon nagy kincsünk, ami nem a mi kincsünk, de mégis a mi kincsünknek tekintjük, egy keskeny nyomtávú kisvasút. Oh. Amit én úgy hívok, hogy mesevasút, hiszen a Balaton nagybereken keresztül, ami természetvédelmi terület, 25-30-as tempóval közlekedik, nyáron nyitott kocsikkal, és nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is élvezik, hiszen nagyon nagy az állatvilága. Szarvasok, őzek, gémek, különböző madarak, és ezt mindenki megcsodálja. Hát erre vágyunk egy kicsit a mindennapokból kimenni, és természetet, állatokat látni. Akkor ezek szerint maga a turizmus lesz majd esetleg a fő tevékenység? Igen, a turizmus lesz a fő tevékenység, mert egyre több turista látogat el. Tehát a kisvasúttal lejönnek, eddig nem volt semmi, amit megnézhetnének, mert be volt zárva a tájház, be volt zárva minden. Uh-huh. Most viszont kinyitottuk, tehát a tavalyi évben elég nagy hangsúlyt fektettünk, van egy tájházunk, aminek ugyan még működési engedélye nincsen, de remélem, hogy nem sokára ez is lesz. Tehát most van felújítás alatt, vagy egyáltalán
Látogatható a tájház, mert vannak azért kiállítani, tehát a tótokra jellemző népviseletek, hagyományok, főzőeszközök, ezek ki vannak állítva, és bejöhetnek, megnézhetik, de nem kimondottan tájházként üzemeltet, nem bejegyzett tájház. De nagyon büszkék vagyunk rá, mert ahogy leszállnak, ugye két megálló van Somogyszentpálon, tehát ahogy leszállnak a végállomáson, ahogy átsétálnak a másik állomásra, közben van a tájház, közben van a főterünk, a községháza, ami tényleg nagyon szép, mert nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy virágos legyen és vidám legyen. Mi van a közepén? A főtérnek a közepén? Igen. A községháza. Na ugye. A községháza, így van. Tehát akkor ezek szerint van már most mit mutogatni, de ez nem elég ahhoz, hogy egy eléggé élénk, pesgő turizmus legyen. Sajnos nem elég, ezért célom, hogy kihasználjunk minden uniós és hazai forrást, pályázati forrást ahhoz, hogy a kitűzött célokat elérjem és elérjük, tehát kollégáimmal együtt, hiszen nem csak egyedül dolgozom, mert egyedül nem lehet. Tudjuk, mindig elmondjuk, hogy ma pályázatok nélkül egy település nem tud megélni, de én úgy érzem, hogy önnek ez nem egy távoli, nehéz dolog, hanem mintha még élvezné is, igen, pályázhat. Igen. Ez nagyon ritka. Igen, élvezem, nem csak magát azt, hogy pályázhatok, hanem az egész munkát élvezem. Uh-huh. Én mindig úgy voltam, hogy vagy csinálok valamit, vagy nem. Napi 12-14 órát dolgozom, reggel 6:30 megyek be az irodába, amikor még nyugalom van, és előfordul, hogy este 7 órakor vagy 7:30 érek haza, de viszem haza a munkát. Mert annak el és kell készülni. És a kedves férjem mit szól mindenhez? A kedves férjem annyira nem örül neki, de mégis örül, mert büszke rám, hogy tényleg előre megyünk és előre haladunk lassan, mert azt mondom a lakóknak is, hogy varázspálcám nincs. 5 évre ígértem bizonyos dolgokat, és 5 év alatt a legjobb tudásom szerint meg fogom valósítani ezeket az ígéreteket, de varázspálca nincs, tehát segítség kell. Jelenleg is van folyamatban akár építkezés, akár valamilyen célra pályázat? Igen, van, a Magyar Falu programba adtunk be pályázatokat, kommunális eszközökre, amivel tudnak a közmunkások dolgozni, tehát hogy szép legyen a terület, le legyen kaszálva mindenki előtt a fű, hiszen vannak idősebb emberek is, akinek mondjuk nincs hozzátartozója, akkor ő neki ne legyen ott 1 méteres, hanem mindenki előtt rendbe tesszük a területet, akár a füves területet, akár a járdát. Infrastruktúra, hogy állnak vele? Nagyon rosszul, tehát szóval minden, én azt mondtam, hogy csak gyűlik a munka, ahogy hallom. Igen, Somogyszentpálra csak hozni lehet, vinni nem, tehát ott minden így működik. Viszont, hogyha esetleg nincsen pályázati forrás, akkor megpróbálunk más utakat. Most például van egy, ami éppen most lesz jövő héten, egy jótékonysági rendezvény, hiszen van egy gyönyörű szép. 1774 és 78 között épült római katolikus templomunk, Pádua Szent Antal tiszteletére építették, és nagyon rossz állapotban van, tehát a katolikus egyház nem tudott rá forrást teremteni, és sajnos lassan életveszélyessé válik. Ebből az apropóból azt mondtam, hogy hiába az egyház tulajdona, de a falu ékessége a templom. Így. Az a legmagasabb építmény, és arról mutatkozik meg egy falu népessége, hogy néz ki a temploma. És akkor most erre egy jótékonysági rendezvény lesz? Igen, vagy? Rendezvény, tehát olyan, hogy a templomban lesz egy jótékonysági komoly zenei koncert, és akkor utána pedig kint a helyi gyermekek fognak fellépni, aztán szociális munkások, verssel, énekekkel, dalokkal, illetve cigányzenével. Hát ez nagyon jó ötlet. Egyrészt összehozza a közösséget. Egy célér az összes nemzetiség és a magyarok együtt tudnak valamiért dolgozni, és ha meg lesz, az egy közös dolog. Igen. Ez nagyon-nagyon jó közösségépítő. Ez, és tetszik a végén a cigányzene, mert mulatni is kell egy kicsit.
Igen, igen. Célunk az, hogy mulatni is fogunk, és aki eljön erre a jótékonysági rendezvényre, biztosan nagyon jól fogja érezni magát, hiszen amit megszervezünk, azt a nulláról, tehát a porszemtől, a teljesen a végéig annak úgy kell lennie, ahogy a nagykönyvben meg van írva. De és ezek szerint akkor a hitélet pedig van, mert különben nem építenék a templomot. Igen, van hitélet. Somogyszentpálon, tehát nem kimondottan Somogyszentpáli a plébános úr, hanem két helyen vagyunk közös plébánián. Ő vasárnapi szentmiséket tart, egyelőre az idősebb korosztály jár templomba, de a fiatal gyermekek is azért már mennek. Hát gondolom, van hittanóra, van hittanóra, és akkor azért mennek. Illetve van még egy nagyon nagy büszkeségünk így egyházi vonalon, hogy Somogyszentpáli származású a katonai püspök, Berta Tibor úr, akinek most volt a felszentelése nemrégen, és jövő vasárnap ő mondja a szentmisét. Ez nagyon jó lesz, és talán a figyelem is egy kicsit jobban ráirányul majd. Milyen a népviselet? Használnak még, vagy csak a tájházban láthatunk ilyet? Már nem használnak népviseletet, tehát azt már csak a tájházban lehet megtekinteni. Némely idős néninek még azért van, még előkotorja a szekrényből, hogy nézd, vagy nézzétek, van még azért hagyomány. Tehát megtartották, de már nem használja senki. Esetleg a néptáncosok, hogy. Tehát vannak hagyományőrző csoportok. Most kezdődik, tehát mindent újra mindent újra kell építeni. Ráadásul itt volt a járvány, másfél évig majdnem. Igen, ezt is megnyertem. amellett, hogy nem könnyű egy polgármester élete. Móring József Attila országgyűlési képviselő úr mondta ezt nekem, hogy ez egy magányos állás. És igaza van. Igaza van, mert adott pillanatban mindig kell egy döntést hozni. És az a döntést, felelősséget is kell érte vállalni. És az a döntés nem biztos, hogy mindig jó. Vagy mindenkinek jó, vagy és mindenkinek akkor hol az igazság. Jó. Igen, igen. És azt is be kell vallani, hogyha valaki rosszul döntött. Mert abból meg lehet tanulni. Ja, abból meg lehet tanulni, igen. És ami még nagyon nehéz benne, ugyan én csak kicsiben egy társasházban, a sajátomban, ahol lakom, vezetek, de nem lehet mindig mindenkinek elmagyarázni, hogy ezt most miért úgy döntötte az ember. Mert mérlegeltő nagyon sokat, és ez volt a lehető legjobb. De ezt nem írhatja ki folyton, hogy ezért csináltam. Igen, igen. Tehát, hogyha három embernek jót teszünk, akkor tíznek nem tetszik. Ha tíznek teszünk jót, akkor háromnak nem tetszik. Erre van Szent Pál apostolnak egy mondása, hogy ne azt keressétek, ami széthúz benneteket, hanem azt, ami összeköt. Milyen szép ez. Hát én remélem, hogy ez így is lesz. Van-e még valami, ami érdekes lehet a településről? Van, mint mondtam, hogy nem, lehet, hogy nem említettem, hogy a templom az műemlék. Igen. Ezért a községháza udvarával egy udvaron van. Ezért műemléki környezetben van maga a községháza is. Illetve van még egy templomromunk, ami még időszámításunk előtt 270-ben kelták éltek a településünktől keletre. És utána aztán építettek egy, hát nem ők, hanem kérkösség, és ugye volt a honfoglalás, népvándorlás, és utána pedig építettek egy templomot Varjaskértől délre. Aztán a törökök lerombolták, és most egy 6 méteres fal áll. Úgyhogy ez is műemlék, tehát oda is ellátogatnak, igen, és oda vetettünk most 3,5 hektár virágot. Tehát pipacs, búzavirág, vegyesvirág, facélia. Az gyönyörű lehet. Nem is tudom, hogy milyen ilyen 30 méteres sávokba. Fényképezkedő hely. Igen, nagyon érdekes volt, amikor megkértem az egyik ismerősömet, hogy segítsen ebben, hogy ezt hogy is tervezzük meg. Akkor megkérdezte, hogy mennyit szeretnénk belőle profitálni. És én azt válaszoltam neki, hogy csak szép legyen. Semmit, csak szép legyen. Tehát, hogyha oda ellátogatnak a turisták, akkor csodájára mi járjanak. Mi kell a turistának? Itt szép fotó a pipacsmezőben, és már jól érzi magát.
és kevesebb pénzbe került talán, mint sok más. Bizony. Hát kedves polgármester asszony, én nagyon-nagyon örülök, hogy így elbeszélgethettünk, és megismerhettük Somogy Szent Pált, reméljük, hogy egyre többször halljuk majd a nevét, és én kívánok sok erőt, meg lehetőséget a munkához. Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.